pár nap elteltével és jó pár munkaórával a hátunk mögött, pontosabban a fiúk háta mögött ismét itt vagyok az építési területen. Épül a kétszintes ház, az összes teherhordófal felállt, az összes válaszfalat elkészítették, továbbá az épület külső oldalát is be tudták borítani fóliával, illetve a fólia alatt OSB-vel, de akkor nem is húznám senki idejét, nézzük, hogy mi a helyzet a házon belül. Bundi állványozásra készül, hello! A levék hátul leengeti a kalapácsot. Jó magas falak. Gabesz kint a fűrészállványnál. BSH gerendák fent vannak a kocsin, mert hogy 16x32-es BSH-val kell majd dolgoznunk. Áthidalokat kell ezekből majd készítenünk, és megnézzük, hogy mi módon tudjuk ezeket rögzíteni, mert hogy speciális kötőelemeket, elemeket, fémelemeket kell majd használnunk ezek bekötéséhez. Bún! Jöttem, köszönni. Ciao. Megnézzük a levét is. Lev! Szerelőbe. Ciao. Jó, nagy ez a nappali, nem? Az elmúlt jó pár napban én nem voltam jelen az építési területen, legalábbis ezen nem, a konytetővel készülő házat építettük ketten-hárman, szóval a Levi volt az, aki az egész építés felügyelt, éppen ezért nem is szeretném elmagyarázni, hogy mi történt a házon az elmúlt egy hétben. Kérdezzük meg magát a csoportvezetőt, a Levi itt áll mellettem, megnézzük, hogy hogy néz ki a BSH, miért kell ekkora BSH-t használni, hová fog kerülni, elmagyarázva a BSH-k rögzítését, elmagyarázza azt, hogy hová lesz támasztva a BSH gerendának a másik oldala, tehát az, hogy milyen magas falakkal dolgoztak eddig, és hogy mik a következő lépések az előttük álló napokban. Van egy 8 méter széles és egy 6 méter, közel 6 méter hosszú nappalink, 86 méter hosszú nappalink, amire a statikus 3 BSH gerendát írt elő, áthidalásgyanánt. 16x32-es keresztmetszetű áthidalókról van szó. A nappali mérteni közepébe fog érkezni egy áthidaló, illetve jobbra és balra fog érkezni 140-140 cm-re a másik kettő áthidaló. Ez statikusi terv alapján előírt adat, ami alapján fogunk dolgozni. Kettő darab áthidalónk van, ami a megerősített áthidaló, nyilázáró áthidalóba fog érkezni. Ezt ezzel a konzollal fogjuk tudni rögzíteni. Ez egy ilyen módú rögzítés, ez megy a falazatra, megy a falra. Aha. Ez pedig megy a BSH-ba, és szépen így fog majd összecsúszni. Kaptunk hozzá gyári csavarokat, azokat aha kell rögzíteni. Vannak benne ferde furatok, egyenes furatok, jó munka lesz. A középső áthidalunk, az pedig megerősített stádokra, falvázakra fog felülni. Aha, és egyébként azt mondta még a beszerzési forrásunk, mert speciális beszerzési forrás volt erre az elemre, velük én beszéltem, hogy ezeket az elemeket normál esetben beszokták marni magába a gerendába, de mivel itt van egy 5 cm-es előtét falunk, így ez a 2 cm vastag, vagy talán picivel kevesebb, mint 2 cm vastagságú profil, ez látszó lesz, ami nem zavar senkit, mert ahogy megbeszéltük, ez fel lesz húzva a falsíkra, tulajdonképpen a rögzítési ponton talán 2 cm-t fog eltartani az aktuális függőleges falvázelemünktől, de mivel 5 cm-es előtét fal érkezik majd ennek a háznak a belső oldalára, és a hőtükörfúl és a gipszkarton miatt épp úgy, ahogy a többi háznál is, így a bemarást a beszállító nem javasolt, tehát teljesen fölösleges manővernek nevezte. Megmaradunk ennél a pontnál, és akkor tényleg, amit a Levi mondott, látszik, hogy a furatoknak a helyzete, vannak merőleges furatok, vannak egy picit kifelé tendáló furatok, és vannak lefelé fúrt furatok is. A csavarokat is megnézzük, mert azt mondták, hogy érdekes, speciális csavarok vannak hozzá, szóval megnézzük, hogy merre vannak, aztán beszaladunk a házba. Csavarok? Ezek vonalnak a csavarai, pontban 37 darab, amennyire szükségünk lesz. Ahogy nézem, T40-es, Torx 40-es fejű csavar, 160 cm hosszú és 8,5 mm átmérőire satszolnám. És akkor azt mondta még a beszállítónk, hogy ez azért speciális, mert amikor beszéltem vele a telefonon, mivel
szilárdabb anyagról van szó, illetve végig van rajta menet, ami fontos volt, hogyha jól értesültem az egész rögzítéshez. Akkor be kéne mennünk a házba, Levi, nézzük meg, hogy hogy áll az egész házunk, mit sikerült összerakni az elmúlt héten. Az elmúlt héten tulajdonképpen miután felálltak a falak, dolgoztunk kettőfelé, egyik rész, csapat egyik része a fúliázással, illetve az OSB-k pótlásával foglalkozott, másik fele pedig építette a válaszfalakat. Elkészült az új könyv, már rendelhető a webshopban. Könnyű szerkezetes rétegrendek, falak, födémek, tetők. A szakirodalom foglalkozik a szerelt homlokzati kialakításokkal, taglalja a szálas szigetelőanyag használatát, a zárt és a nyitott cellás purhab szigetelést, illetve kitér a fújható cellulós szigetelésre is. 12 falváz rétegrend, 6 különféle tetőszerkezeti hőszigetelési megoldás és 4 féle padlásfödém szigetelési mód kapott helyet a könyvben. 300 fotó, 25 videó és 70 oldalnyi épület fizikai modellezés színesíti a több mint 200 oldalnyi tartalmat. A szerkezetépítés rejtelmeit kutató érdeklődők számára a 2021-ben megjelent első kötet továbbra is elérhető, illetve a két kiadvány csomagként is megvásárolható egy kedvezőbb áron. Részletek a www.ácsbudapest.hu/könyv oldalon. Ez most jelenleg egy labirintus rendszerű a dolog. Itt lesz egy nappali. Mint mondtam, ide fognak érkezni a áthidalók. És az épület közepére megy az egyik áthidaló akkor? Igen, ide fog érkezni az egyik áthidaló. A megerősített áthidalunkba érkezik a következő áthidaló, illetve ide is fog jönni egy harmadik áthidaló. Akkor erre a kettő pontra lesz felcsavarozva az a rögzítő profil, amit az előbb láthattunk, egyik ide, a másik pedig oda, és a gerenda pedig, a középső BSH pedig akkor erre a falra lesz rátéve, de ahhoz még ki kell vágnunk akkor ezt a falvázat a megfelelő magasságba, és alá kell támasztanunk, hogy legyen mire ültetnünk a gerendát, ha jól értem. És akkor ezt mondta a Levi reggel, amikor jöttünk pontosan pár perccel korábban, hogy ott is van egy erősített áthidaló, a normál teherhordó áthidaló fölé még kapott egy 20-as áthidalási rendszer, szóval most van elvileg 20 cm egy deszka, plusz még egy 15-ös áthidaló. Az egész összvastagsága nagyon ilyen túltoltnak tűnhet, de valójában a magasság az fix volt. És úgy fog kijönni nekünk, hogyha ráérkezik a dupla felső, a 32-es magasságunk. Ide fog felülni a VSH. A másik pedig azért lett visszabontva ez a nyílás, mert hogy ugyanezt kell akkor reprodukálnunk ezen az oldalon. Igen, igen, igen. Mint amit ott láthatunk a jobb oldalon. Illetve ott is. Ott pedig pontosítsunk a dolgon, akkor ugyanezt kell megerősítenünk, mert ez egy teherhordó fal, és egészen addig fog futni a BSH gerenda, hiszen mindig teherhordó falra kell érkeznünk, és ennek ellenére egy nem teherhordó falon is át fogjuk futtatni a gerendát. Szerintem a tervek alapján ez volt a teherhordó fal, ezzel különösen nem kell foglalkoznunk. Gyorsan összefoglalom, hogy mi a következő pár lépés az érkező napokban, aztán lepakoljuk a BSH gerendákat, a mai napon ezeket itt kell hagynunk, és a következő munkanapon nem ide jövünk, egy másik helyszínen dolgozunk, az azt követő munkanapon pedig érkezni fog egy darús kocsi elvileg, aki majd segíti feltenni ezeket a közel 250 kg-os gerendákat a helyükre, 230 kg-ra becsültük a tömegét egy darab gerendának, szóval valóban nagyon nehéz mozgatni, vagy embereket kell hoznunk, a szaniék átjönnek, vagy pedig egy darust kell ide hívnunk, hogyha találunk valakit a környéken, aki hajlandó munkába állni és segíteni rajtunk. Nem is szaporítom a szót, pár kiegészítő gondolat, aztán lepakoljuk a 3 szép szál gerendát. Födémépítéssel foglalkoztak a bundék, 5 blokksort tettek bele, 1, 2, 3, 4, 5. A pallóknak a vastagságát, a magasságát gyalulták. Volt olyan elem, ahol gyalulni kellett a magasságot, mégpedig azért, mert olyan födémről van szó, ami hasznos födém, szóval lakótér részét fogja képezni ez a sík felület, mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy hepe-húpás BMX pályát készítsünk, vagy hagyjunk magunk mögött. Ide gépészeti helység jön, ami azt jelenti, hogy dupla födémrendszer kell majd kiépítenünk, dupla födémpallót kap majd minden egyes vázelem. Jobb és bal oldala erre az egész területre, itt pedig még ki kell vágnunk egy nyílást, hiszen ez a középső rész nem lesz más, mint egy lépcsőház, de a fiúk már várnak az autónál, gyorsan átveszem a munkavédelmi cipőmet, aztán lepattintjuk azt a 3 darab gerendát teherautó platójáról. Vigyük a hátsó teraszhoz?
Jó, ez egy érdekes felvetés, mert pont az előbb mondtam, hogy el tudunk hívni egy 20 másik embert. Átvihetjük a hátsó teraszhoz. Kondi, egyedül felkapja a várára. Mielőtt oda vinnék, csinálj meg egy helyet. Jó. De el tudjuk vinni, nem? Akkor elvisz. Norbi, mit szólsz hozzá? Elvigyék a hátsó teraszt? Nagyon penge. Hát szerintem igen. Jó. Szóval megbízó utasításra fogunk belehalni a munkába. Gabeszta, is el akarod vinni a hátsó teraszhoz? Fogják meg, azt vigyék. Kiderült, hogy akkor... Azt viszi, Gabesz? Aha. Szerintem. Igaz, nem én vagyok a góriá ennek a műveletnek, hanem a lehet. Azt viszitek akkor. Azt viszitek? Na. Helyettes vagyok. Megkaptam az eligazítást már tegnap. Tényleg? Te vagy a helyettes? Én vagyok a helyettes. Ó, de jó. Azért jár valami extra pénzzel? Szerintem igen. Levi... Majd remélem gondolszám a hónap. De hát nem, a Levi bízott meg. Ja, hát majd akkor tőle behúzom. Mert. Azt a mindeni. Megyünk le, ne tehetjük. Forduljatok. Bálon visszük amúgy? Nem tudom. Hát, nagyon úgy tűnik, válom hogy... Válon kellene, mert magas a terasz, válom. Még egy kicsit. Ajcsújtózom. Jó, akkor emeljük feljebb. Gyerekek, akkor emeljük. Válon, hagyjatom a szomszéd település. Feltolja. Levi ilyen libikókásat játszik. Várjál, Bondi, nagyon nehéz. Jó, mert magasabban állok, mint te. Azt a mindenét, de jó az a meló. Nézd, Levi, nehéz? Ne, se érem van. Nem nehéz? Nem, melegítős úgy. Akkor ráülök a gerendel, mint a hamis kártyásokat a vad nyugaton, és akkor mit? Majd lebeszom van az összes súly. Majd a nem baj. Hát, nem egy rossz meló. Tudnám. Ezt tudnám csinálni egész nap. Megnézzük őket a másik oldalról, jó? Nézd, az a beszeleszni a rossz. Ti tartjátok, úgyhogy k***a könnyű. Jó, tegyük le! Állj, a Levinek a derekára rámet. Levi, nem csak a fogászatra mész volna. Megyünk bányászni, aranyat tőlek le. Jó, tegyük le! Norbi, te ne sérülj meg, neked még utalnod kell 4-5 alkalommal. Ezek a fiúk éhen alnak. Isten! A megrendelőt óvjátok, fiúk! Mindig fontos. Emelted? Jó, csak óvatosan tiszt. Fordítsuk jó. Be. Így jó. Mehet a, maradhat állva is. Írni. Nagyon nehéz meló, Levi? Szerintem nem. A sör után egy kicsit könnyebb ennek. De finom volt. Ez a gonosz mosoly. A legutolsó videóban láthattuk, hogy milyen elemekkel fogunk dolgozni. Ezek a profilok tartják majd a gerendát. A legények beállították a pontos helyzetét. Ennek az elemnek, annak az elemnek, és elvileg 2 darabot kell feltennünk. Az ellendarabok ott láthatók a gerendák végén. Azt is megnézzük majd mindjárt. Illetve ott is kivágták a falat, a nem teherhordó falat, és elkészültek ezek a nagyon combos áthidalók is. Ezekre fog érkezni majd a BSH, a 16x32-es BSH-nak a vége. BSH a javából, 2 profil feltéve, a harmadik pedig áthidalóra támaszkodik majd mind a kettő végén, ezért csak 2 profilra volt szükség, nem kellett még egy harmadikat beszereznünk. Egyébként meglepően alacsony árulok ezek a profilok, nem sokat használják, nem sokat használjuk, mi eddig nem is használtuk még, de megfontolandó, mert a jövőben lényegesen könnyebb kapcsolatot lehet majd létrehozni ilyen alacsony áron ezeknek a használatával, mert sem, hogy össze-vissza kell szögelnünk, csavaroznunk mindent, szóval a jövőben mindenképpen érdemes lesz majd mélyebben elmerülnünk az ilyen típusú elemek megismerésében, rengeteg lehetőség van, de egyelőre most akkor ez a 2, aztán megnézzük, hogy hogyan tudjuk a helyére mozgatni ezt a 3 szép nagy darabot. Még egy fontos dolog kitérni a kötőelemekre, az előbb itt volt a kötőelem, meg gyorsan oda suhanom, és megnézzük, hogy mekkora csavarokkal rögzítjük majd a végeket. Továbbra is 8x450-es óriás csavarokkal fogunk dolgozni. Itt a továbbra is az a 8x keresztmetszetre vonatkozott, nem pedig a 450-esre. 450-est eddig még nem használtunk, így látszik, hogy milyen óriási maga a kötőelem a gerendához képest, de muszáj lesz 3 darabot használnunk, hogy a nem így módon rögzített végét azt tényleg hozzá tudjuk kötni a teherhordó falvászhoz. Thank you.
Mi a következő, Levi? Következő Bélyes Hágyaránda. Felül a 3-as erősített stádunkra. Aha, egyik oldal. Másik oldal pedig a átidalóra. Szuper, akkor hozzuk. Csompi próba, nem Gabesz? Igen. Meg kell néznünk, hogy mi megy a BSH. A régi hippi rádió. Menhettem be az utcán, nem? Pont befér, Levi? Szerintem azt a Ricsi bejátsza, nem? Nagy játékos a Ricsád. Kifele már nem fog neki menni. Na, a lényeg, hogy belegyen, nem? Azt persze, mindig az a lényeg. Jön a nagy sajt. Utolsó kettő darab gerenda helyére került, jön a harmadik, ami abba a papucsba kell, hogy érkezzem. Még rá tudsz? Még emeljek kicsit rá? Jó, várj akkor. Nem, az jó lesz szerintem. Egy picit még. Ugráljunk rajta. De Ricsi, ne is emeld föl, hanem fel, azaz. Szerintem nyugodtan engedd vissza a falra. Azaz. Jó. Szuper. És akkor ezt kéne egy picit megvitézlászlózni fent. Hozom, jó? Ez most hozom. Még jobb is lett. Hát mert a másik, mert ugye beállította a falnak a pozícióját a másik, ugye volt gondunk azzal, hogy ez picit befelé dőlt, hogy ki kellett húzatnunk. Itt már jobb a helyzet, mert az első kettő a függőleges, az biztosította. Ez számigazítás. Szerintem a helyben van majdnem. Én szerintem helyben vagyunk. Ide ránézek. Sok nem tud lenni. Ne lejjed, nem fog tudni lenni, ha akarsz. Ez hibátlan. Papi Csánto. Csinka Csánto. Tökéletes. Hátul mehet bele a pár darab savat. Akkor, Levi, mi az észrevétel? Ez egy jó konstrukció. És akkor innen folytatjuk a legközelebbi alkalommal. Ennyi fért bele a mai napba, innen folytatjuk a jövő hét pénteken. Addig is, ha tetszett, amit láttatok, továbbra is nyomhattok egy lájkot. És a csatornára még mindig fel lehet iratkozni, a képernyő jobb alsó sarkában található piros ikonra kattintva. Pár záróképp, és akkor találkozunk jövő héten. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok! Együttműködő partnereink: a Masterplast, Baustil Kft. Az Újházcentrum tagja, a Hellinghausen Workwear és az Aplast Kft.